Nagyon megköszönjük, ha betetszenek lépni a templomunkba, jobb oldalon hatalmas nemzeti zászló a Szent Koronás címerünkkel, most a bal oldalra kerül a falu zászló a falu címerével, és a templomunk ékessége lesz, amit meg fogunk köszönni nagy szeretettel. Hát e szavak után megáldom a címerünket és a zászlónkat. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Segítségünk az Úr nevében. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk, áld meg Istenünk településünk címerét, és a címerrel ékesített falu zászlókat, hogy akaratod szerint betöltsék azt a feladatot, amelyre készültek. Mint emlékeztető és biztató jelek, ösztönözzenek minket összefogásra, emlékeztessenek összetartozásunkra, tanítsanak helytállásra, segítsenek a hit és erkölcs megújulásában. Címerünk és falu zászlónk, mint megszentelt jelkép, emlékeztesse mindig nagy lengyel világi és egyházi előjáróit, a falu egész közösségét, a szűkert közösség megbecsülésére, szeretetére, a falu és emberi közössége iránti kötelezettségünkre. Mindenek előtt arra, hogy csak közös összefogással, áldozatkész, önzetlen munkával törekedhetünk a köz javára, előmozdítására. Jelképeink falunk minden lakójának szívében erősítsék a haza és a falu szeretetét, segítsenek abban, hogy sose feledjük el településünk szép és nyugodt békés életének előfeltétele, csak egyedül a hitben, erkölcsben, kultúrában, közösségi szellemben való megújulás lehet. Az egyéni, családi, társadalmi életünk magatartásunk tanúskodjék felelősség tudatról, lelkiismeretességről, igazság szeretetről, és mindenek előtt nagy lelkű segítőkészségről, hogy mindig egymást megbecsülve, egymást segítve éljük falunk közösségében. Mivel e feladat teljesítése meghaladja gyarló emberi erőket, bizalommal fordulunk hozzád, mindenható Istenünk, hogy mindezek megtartására adj erőt és kegyelmet nekünk. Isteni áldásoddal áld meg falunk címerét, a címerekkel ékesített zászlókat, hogy azok az említett értékek megvalósításában szent és emlékeztető jelek legyenek a számunkra. Áldja meg az Isten az Atya, Fiú, Szentlélek címerünket, zászlóinkat és a településünk minden lakóját, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg. Testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok.
s ha néha lábam hoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Kiképen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép, gyárat, s vadlag tanyát, de nékem szöcskét, öpölött tornyom, szerít tanyát, az gyárat lát a lárcsőn és szántó földeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsös, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó, vasút vagy gyár üzen, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyár udvarában komandor emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókot íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Így itt e kő, de föntről e kő se látható, nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek itt dolgozók, öltők is bűntelen, és cseppfogók, akikben megnő az értelem, világít bennük, ér, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat boríts ránk, virasztjuk, égj felnek. Tisztelt jelenlévők! Az önkormányzati jelképek, a zászló és a címer avatását megelőzte egy helyi képviselőtestületi döntés, nevezetesen a 7/2000-es számot viselő önkormányzati rendelet, amelyet e hónap 11-én alkotott a képviselőtestület, és 12-én lépett életbe. Ezen önkormányzati rendeletnek két lényeges mondata van, amire már plébános úr is utalt. Ugyanis kimondja a rendelet, hogy a község zászlajából egy példányt az önkormányzat hivatali helyiségében, egy példányt pedig a település római katolikus templomába kell állandó jelmekkel megőrizni. Ezért kérem én most Bedő Lászlóné polgármester asszonyt, hogy Halász Ede egyházközségi elnök részére szíveskedjen átadni az egyházközség zászlóját. Tisztelt ünneplők! Műsorunk, illetve ünnepségünk végefele közeledünk. A szervezők felkérésére egy kötelezettségemnek teszek eleget, amikor szeretném kedves minnyájukkal ismertetni a holnapi nap programját. Holnap szintén 5 órakor kezdődik a faluházban a program. A műsorban fellépnek a táncos lábú kicsik és nagyok, a Petri keresztúri dalkör, Lagzi Lajcsi paródiával, Padődő paródia, Zámbó Jimmy paródia, valamint a község vendége lesz Galambos Ferenc a TV2 bűvésze, a zenét a bálban pedig utána Anti szolgáltatja, akit a helybelieknek nem kell bemutatni. Most pedig ünnepi műsorunk végén az a kérésem önökhöz, hogy szíveskedjünk a szózatot előttel.
Thank you.